Akkor nézzük a feketéről való bontást. Igen, a már korábbi videóban említettük, hogy a legpraktikusabb hely a feketéről való bontáshoz a közel egy magasságban tartjuk a fehéret, mint ahol a fekete van az alsó rövid faltól számítva. Itt nagyon fontos szintén, hogy le tudjuk kényelmesen tenni a kezünket, vagy ha a falról is, ha lökünk, akkor se kelljen túl nagy vagy túl rövid spiccel lökni, úgyhogy amennyiben a szituáció az lehetővé teszi, akkor körülbelül oda az asztalnak a negyedelő pontjára tesszük a fehéret. Nagy általános tévedés a bontással kapcsolatban, hogy ott mindenfajta féle forgatókat kell eszközölni. A valóság az az, hogy maga a szög, ami a fekete belökésén viszi tovább a fehéret, az dönti el, hogy bontunk el vagy sem. Az, hogy utána a fehér mit csinál, az től el a forgató kapcsán. Tehát amikor azt látjuk, hogy valaki hatalmasat akar visszahúzni bontásnál, ott elsősorban nem azért húz vissza, mert szükség van arra a lendületre, hanem a fehéret próbálja kimenekíteni a bolyból, nehogy beragadjon a sok kockot követően. De hogyha a golyó közepét lökjük egy közepes lendülettel, nem is kell nagy lendület, a fehér akkor is garantáltan el fogja találni a bolyt. Egyedül arról kell tudni olyankor lemondani, hogy utána biztosan valamelyik irányba kimenekül-e a golyó, de gyakorláskor mindenképp azt javaslom, hogy szerintem a stop magasságnál lejjebb ne is kezdjük el, mert nagyon megnehezíti a fekete belökését az első szakaszban. Az első verzió az egy kicsit a fehér utána engedése a kocs után, inkább a boly bal oldalát célozzuk, és a fehér átgurul a túloldalra. Ezzel még kevesebb problémánk van, és mint látjuk, maradt is lökhető piros. Itt arra a dologra kell egyedül kizárólagosan figyelni, hogy a feketét lökjük be, mert hogyha esetleg kimarad a fekete belökése, viszont így szétszedtük a bolyt, akkor azzal nem kis segítséget adtunk ellenfelünknek. El kell fogadni sajnos azt is, hogy a bontásoknál nem lehet 100%-osan garantálni, hogy lökhető pirosunk lesz, mert annyira összetett, annyira sok tényezős ez a lökés, hogy csak meg tudjuk tenni a tőlünk tehető legjobbat, legtöbbet azért, hogy a boly szét is jöjjön, a fehér a szabadon is maradjon, viszont sose szabad mindig csodákat várni ettől. Ez a világon nincs olyan profi, aki ne járna néha pórul és ragad be a fehérrel valami lökhetetlen helyre, vagy állnak úgy össze a pirosak ismét, hogy megint fizikailag képtelenség legyen belökni őket. Tehát általánosságban, hogyha nem akarjuk nagyon forgatókkal nehezíteni a lökést, akkor érdemes a bolynak a bal szélét vagy a jobb szélét eltalálni, úgy nagyobb esélye van annak, hogy a fehér kimenekül és nem ragad benne a bolyban. Igen, a legrosszabb, ami történhet, hogyha teljesen pontosan a közepét eltaláljuk a legeslegközépső pirosnak, függőlegesen haladva a fehérrel, mert akkor a fehér az biztos, hogy ott ragad, a boly az fölfele fog akkor robbanni. Uh-huh. Magyarul a fekete és környékére nem jut egyáltalán lökhető piros, meg ott vagyunk a boly alá beszorulva. Uh-huh. Ehhez képest, ha egy kicsit balra, képernyő szerint balra, tehát tovább visszük a fehéret, vagy vissza, jobbra kihúzzuk, onnantól kezdve nagyon-nagyon sokkal tudtuk növelni az esélyt annak, hogy az ellenkező oldali középső zsebbe találunk valami lökhető pintit is például. Azt is láttam nagyon sokszor, nagyon sok játékosnál, hogy a dákóját használja, tehát a dákójával kiméri a feketén a stoppot, tehát ugye azt a derékszögű, ugye 90 fokos vonalat, és megnézi, hogy az hova mutat, tehát melyik pirosra mutat, és ahhoz képest, hogy jó helyre mutat az a derékszögű vonal, ahhoz képest stopp fölött egy picivel, vagy stopp alatt egy picivel, tehát ott találja el. Tehát érdemes megnézni ezt a 90 fokos vonalat a feketén, hogy hova mutat, tehát melyik piros golyóra a bolyban. Uh-huh. És akkor nézzünk egy olyan szituációt, amikor teljesen a bolynak a közepét találod el, viszont visszahúzással megpróbálja a fehér majd kifúrni magát a bolyból. Igen, ez azért kényelmes ez a szituáció, mert van egy ilyen gyémánt formájú alakzat a boly belsejében, aminek ha az alsó csúcsát eltaláljuk, az fölfele nagyon sokrétűen praktikusan átadja a lendületet. Itt igyekezni kell arra, hogy tényleg legyen benne az a visszahúzás, tehát a fehér az alaposan pörögjön, és mindenképpen eltávolodjon a bolytól, mert hogyha azt forgató nélkül teribe találjuk azt a alsó pirosat, akkor a fehér az ugyanúgy ott ragad alatta. Első körben mindig a bontásokat, azokat ne egy teljes bolyjal kezdjük el, hanem mondjuk tegyük fel a rózsát, és próbáljuk a fehérrel egy ilyen lágy alsóval eltalálni a rózsát, mert a belökés
biztonsága az, ami adja később a bontásnak az összes értelmét és használt, mert hogyha ha nem tudjuk stabilan, magabiztosan belökni a feketét, akkor a bontás az később lehetetlené válik. Mihelyt egy picit is leugrik a figyelmünk a fekete belökésről, a belökés kimarad, és onnantól kezdve rettegés az életünk, mert nem tudjuk, hogy mit hagytunk az ellenfélnek. Feketére egy olyan állás maradt, hogy hát ez majdnem cső, ugye? Igen, ez kifejezetten cső állás. Viszont annyi szög van benne, hogy egy picit a feketének a bal oldalán vagyunk, tehát hogyha ugye tőled nézzük, ahol te állsz, ezáltal egy bal felsős kontra adja magát. A maga a lökés az itt nagyon-nagyon kétesélyes, mert a visszahúzás is szóba jöhetett volna, de mivel, ahogy te is mondtad, kicsit fölötte volt ma a feketének, ezért így kénytelen voltam oldalt váltani és a túloldalra menni, és nagyon jó, ahogy mondtad, hogy kellett bele egy balforgató, mivel nem elég, hogy a síber miatt későn ért falat a fehér, de nekünk még a második falról is el kell tudni rugaszkodni a fehérrel, és szinte itt már a balforgató gyorsítja tovább a golyó útját. Uh-huh. És ugye ennek az egyik hát veszélye, mint ami meg is történt, hogy beragadt a fehér a bolyba, és hát majdnem lökhető a boly alsó pirosa, de úgy látom, hogy nem lökhető mégsem. Igen, ez egy szerencsétlen alakult lökés volt, itt szintén nagyon nehéz garantálni azt, hogy hol találjuk el a pirosakat, mivel eleve a fekete után a fal érintés, aztán a második falnak az érintése, az minden egyes centie, amit változtunk rajta, az a végeredményen már drámaian más eredményeket tud hozni. Úgyhogy itt szintén remélni kell a legjobbat. Na és akkor most ugyanez a szituáció, most kicsit nagyobb tempóval, és a forgató az változott? Itt szerintem magasabb síbert próbáltam lökni, jobban meggyorsult a fehér a falról, és nem volt benne annyira sok balforgató miatt. Itt a tempóját növeltem az előbbiből tanulván, hogy biztos, hogy nem maradjon benne a fehér a bolyban. Lehet is látni, a kocs után eléggé füstölög a kerekkel, finoman szólva a fehérnek, és ahogy megy tovább, így jóval alacsonyabban találtam el a bolyt, mint az előző alkalommal. Igen, itt igen. Ezt érdemes gyakorolgatni, hogy kinek mi az, ami belefér oldalforgató, vagy mennyire szükséges, mivel a síber az, hogy milyen magasan lökjük meg a féret, mekkora lendülettel, olyan mozgásteret ad, amivel már nagyon sokat tudunk változtatni a beérkezésnek a szögén, és nem is feltétlenül kell a forgatót alkalmazni. Igen, igen. És ugye bár nem sikerült annyira a bontás, hogy ugye több golyó kijöjjön, de azért egy kijött, és lökhető is lesz majd, úgyhogy ez teljesen jó bontás lett. Így van. Most való életben erről az ember csak begurítja a pirosat, és kékről bont egy másikat. De a lényeg az, hogy könnyen lökhető pirosat kaptunk, és van folytatás.